Reggeli füstjelek. Sziasztok! Az előző részben valahol ott fejeztük be, és arról beszélgettünk, ugye, hogy a gyógyulásnak a nulladik lépése a beismerés, és hogy ez az alapfeltétele, hogy lelkileg, érzelmileg fejlődni tudjunk, egészségesebb kapcsolataink lehessenek, boldogabb életet élhessünk, hogy beismerjük azt, ami rossz az életünkben, és amin javítani kell. És olyan jó lenne, és gondolom egyetértetek ezzel, hogy ha ez olyan gyakran menne végbe az életünkbe, mert annál egészségesebbek lennének, minél többet szembesülünk, logikus, ugye? De ugye a tapasztalat mégis valami egészen mást mutat. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha lehetősége meg is nyílik annak, hogy szembesüljünk magunkkal, és utána segítséget kérjünk, ha kell, vagy magunk változtassunk a dolgokon, akkor ennek nem örülni szoktunk ezeknek az eseményeknek, hanem rögtön bekapcsol valami gőzhenger a lelkünkben, ami vagy önigazolásba menekülünk, vagy elkezdjük hibáztatni a másik embert, okokat, indokokat keresünk, szőnyeg alá söpörjük a dolgainkat, sajnos ezt mutatja a tapasztalat, de ugye akkor az a nagy kérdés merül fel ezek után, hogy ha jó lenne a gyógyulás, de pont egy olyan lépés kell hozzá, ami fájdalmas, amit nem szeretünk, és amit el akarunk kerülni, akkor mégis hogyan fog megtörténni bennünk ez a beismerés? Hogyan fog végbe menni valami mély, valódi belátás? Min múlik az, hogy ez megtörténik-e az életünkben, vagy sem? És szeretnék itt idézni egy gondolatot röviden Pál apostoltól. A 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 10. versében hangzik el az a kifejezés, vagy az a gondolat, hogy azok fognak elveszni, akik nem fogadják be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ebben a bibliai kontextusban az, hogy elvesznek, ez egyértelműen arra utal, hogy azok az emberek nem fognak örök életet nyerni, akik nem fogadják be az igazságnak a szeretetét az ő üdvösségükre. Nyilván az örök életet nem úgy kell elképzelni, hogy ez a nyomortól szenvedő világ, amiben a fájdalom, a szenvedés, a halál uralkodik, hogy ez folytatódik majd egy örök életen át, hanem minden, ami a bűnhöz kapcsolódik, a könnyeink, a fájdalmaink, a lelki nehézségeink, a testi fogyatékosságaink, ezek nélkül ezek nem lesznek jelen, hanem csak a jó, egy újjáteremtett és minden tekintetében tökéletes élet elnyerhető a Biblia és az Isten szerint, és azok fognak kimaradni ebből, akik nem fogadják be az igazságnak a szeretetét. És nem csak ebben, főleg most, hogy ugye egy ilyen mély lélektani előadásban vagyunk, nem is annyira az örök életnek a dimenzióiról szeretnék beszélni, hanem hogy ez mit jelent a hétköznapi életünkben? Hogy az igazságnak a szeretetét, mert az még nem beismerés, hogy én elismerem az igazságot, hogy van róla tudomásom, milyen igazságot, az, hogy mondjuk hazudós vagyok, vagy az, hogy alakoskodom, vagy képmutató vagyok. Ugye ez is a valóságnak, vagy az igazsághoz hozzátartozó fogalom, hanem a beismerés, a valódi belátás az valahogy úgy, és valahol akkor születik meg, amikor az igazságot önmagamról, azt jobban kezdem szeretni, mint a saját magam igazát. És hadd világítsam meg ezt egy egyszerű példával. Szerintem a legtöbbünkkel megtörtént, gyerekkorában biztos, de talán később is, hogy rajta kaptak minket egy hazugságon. Hazudtunk. És a tények puszta súlya alatt kénytelenek vagyunk sokszor elismerni, hogy hazudtunk. Hogy hazudtam. De attól függetlenül, hogy én ezt elismerem, attól én még belül lázadhatok. Attól én még belül igenis nagyon haragudhatok arra az emberre, vagy arra a szituációra, aki, vagy ami leleplezett engem, mert én belül még mindig a hazudozással akarok valami előnyhöz jutni az életembe, mert ezt szoktam meg, ezt látom a könnyebbik útnak, és haragszom arra, hogyha valaki ezt feltárja előttem, és leleplez. És folytatom úgy az életemet, ahogy eddig. A tények puszta súlya alatt rendben, azzal előtt meghajlok, de belülről nem azonosultam vele. És ez nem beismerés. Ez még nagyon-nagyon messze áll a beismeréstől. A valódi belátás az az, amikor eljutok odáig, hogy megköszönöm,
hogy valaki engem leleplezett. Megköszönöm, mert megtette, hogy én szembesülhetek, és én rádöbbenek arra, hogy én nem akarok úgy élni, ahogy eddig. Nem akarok hazudós lenni tovább, nem akarok képmutató lenni tovább, nem akarok gyáva lenni ezután, és még sorolhatnám, kinek hol vannak a hangsúlyok és a problémák az életében. Tehát amikor ezt a kérdést tesszük fel, ami ennek az egész kis rövid videónak a címe is, hogy mind múlik a beismerés, akkor röviden ezt mondhatjuk, hogy azon, hogy vajon megszeretjük-e jobban az igazságot, mint az önérdeket, mint a saját magunk érdekeit. És ugye ez egyáltalán nem könnyű, mert az ösztönös természetünkkel kell felvenni a harcot. Mert a szembesülés, a valódi belátás az mindig elképesztően fájdalmas. És ki az, aki fájdalmat akar az életébe? Hát senki, nyilvánvalóan senki, de ez mégis fájdalmas. Tehát csak az annál fog, azoknál az embereknél fog ez megtörténni, akik rájönnek arra, hogy erre nekik van szüksége. Nekik van szükségük, hogy minden élethelyzet, legalábbis a legtöbb élethelyzetben tekinthetek úgy a körülményekre, az eseményekre, hogy az értem van és nem ellenem. De ez egy olyan belső munka, egy olyan önismereti út, amit éppen a fájdalmassága, a göröngyössége miatt nagyon-nagyon kevesen vállalnak sajnos. Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokan emiatt vannak távol az Istentől is. Mert az Isten és a Biblia is, vagy élethelyzeteken, embereken keresztül maga az Isten leleplezni akar bennünket, de nem azért, mert ő valami szadista önkényúr lenne, aki élvezi, hogy fájdalmat okoz a teremtményeinek. Szó sincs erről. Azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Jelenések könyve 3. fejezete. Szóval az Isten pontosan azért leplez le minket, vagy akar leleplezni, és teszi ezt a legtapintatosabban, mert tudja, hogy csak úgy adhat örök életet, hogyha megtisztít. Mert oda tisztátalan dolog, oda bűnös dolog, oda rossz szokás nem mehet be, mert megfertőzni újra az egészet. És egy rövid történettel hadd zárjam ezt a kis gondolatmenetet. Pár évvel ezelőtt egy nyári táborban, a tábornak az utolsó napja volt, az utolsó délelőtt, amikor sokan már ugye rég el is hagyták a szállást, páran voltunk még ott, és akkor érkezett meg egy ismerősünk Szlovákiából, a Zemplénben volt ez a nyári tábor, későn vett tudomást arról, hogy szerveztünk ott egy biblia tábort, későn érkezett utolsó napon, és kérdezte, hogy nincs-e valami hanganyag erről a táborról, úgy szeretném meghallgatni. És ugye minden táborban készítünk egy komplett CD-t, a táborban elhangzó előadások és szemináriumok teljes hanganyaga rajta van, ezt a technikus kollégot mindig meg is csinálja, és nekem volt egy ilyen példányom, mert kértem belőle, és az bent volt a kocsiba, és én azt azért tettem be a kocsiba, mert szerettem volna, hogy ott van, hogy én is visszahallgathatom az előadásokat majd. És amikor kérdezte, hogy van-e ilyenre mód, hogy kaphatna-e ilyet, akkor mondtam neki, hogy hát nincsen, de vegye fel a kapcsolatot a technikus kollégával, írjon neki egy e-mailt, megadom az e-mail címét, vagy a telefonszámát, és akkor majd ő el fogja tudni küldeni. A lelkiismeretemben éreztem, hogy valami nem stimmel ezzel, hát én bármikor találkozhatok ezzel a kollégámmal, kérhetek tőle egy CD-t, de azért Szlovákiából ez nem egy olyan egyszerű történet. Tehát oda adhattam volna neki ezt a CD-t, de inkább ezt az utat választottam. De úgy a lelkiismeretemben valami sántított, valami nem hagyott nyugodni, úgyhogy én bementem a szobámba, még ott szétnézett a tábor területén ez az illető. Én addig bementem még a szobába tenni-venni, és erős késztetésem volt, hogy nyissam meg a Bibliát, nyissam ki a Bibliát, és kinyitottam, és a példabeszédek könyvét kezdtem el olvasni, és szeretnék most itt felolvasni, hogy mit olvastam benne. A példabeszédek könyve 3. fejezet 28. verse a következőképpen szólt. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. És amikor én ezt elolvastam, a lelepleződés és a valódi belátás nagyon gyorsan végbe ment bennem, hogy én odaadhatom ennek az embernek a CD-t nyugodtan, mert neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem. És ne
kendőzzem el az igazságot, hogy most ezért meg azért nem adom. Egy dolog volt, egyetlen egy dolog volt, ami miatt nem adtam neki oda. Azért, mert nem akartam. Nem volt hozzá kedvem, lusta voltam hozzá, magamnak akartam megtartani, mert én azt magamnak vettem. De ebben a helyzetben ez nem volt helyes. És fájdalmas volt, igen, szembesülni azzal, hogy milyen vagyok, hogy nem adom oda, nem tudom jó szívűen odaadni a másiknak. De nem tudtam. De nem is ezzel van a baj, hogy nem tudtam, hanem azzal lett volna nagyobb baj, hogyha én ezzel nem szembesülök. Mert most már tudom, mi a baj. Most már tudok kérni segítséget az Istentől, hogy változtassa meg a szívemnek ezt a sarkát, mert nem akarok így élni. Szóval ez csak egy apró, és lehet, hogy azt mondjuk erre, hogy ez egy olyan jelentéktelen dolog, és igen, lehet ezt mondani, hogy jelentéktelen dolog, és ennél még sokkal súlyosabb jellembeli fogyatékosságaink is vannak, de a lényeg, hogy mi van előttünk. Hogyha egy ilyen jelentéktelen dolog, és hogyha már ebben sem tudunk megállni, akkor ne várjuk, hogy majd a nagyobb dolgokból megszabadulunk. Szóval szó, ami szó, azon múlik, hogy megtörténik-e a valódi beismerés, és ezáltal elindulhatunk-e egy boldogabb, lelkileg teljesebb, egészségesebb élet útján, hogy megszeretjük-e jobban az igazságot, mint a saját magunk igazát, vagy a saját érdekeinket. Én ehhez kívánok nektek jó gondolkodást, hogy ezt a kérdést tegyétek fel magatoknak, nézzetek szembe vele őszintén, és remélhetőleg eljuthatunk arra, hogy ezek megtörténnek, ezek a valódi belátások az életünkbe. Jó gondolkodást, jó szembenézést kívánok, és minden jót, szép napokat nektek. Sziasztok!